Hölgyeim és uraim, milyen érdekes, hogy amikor az emberek történelmi sétára vágynak, akkor bennük van ugye az elképzelés, hogy ahhoz, hogy a történelmi séta az érdekes legyen, ahhoz lovon kell ülni, kardot kell rántani, vagy minimum le kell fejezni valakit. Arról például, hogy egy ipartörténeti séta milyen érdekes lehet, arra senki nem gondol. A mai nap egy ipartörténeti sétára invitáljuk Önöket, mint látják, sínen vagyunk és botladozunk. Ha jól tudom, mellettünk van a Renner palota. Ugye ez a Renner palota? Igen, a Renner Johann, egy bajor, bölcserző tímár mester, nem Erdélyből Bajorországban, hanem Bajorországból Erdélybe telepedett, Szászrégenbe, ott nyitotta meg a 19. század végén a műhelyét, és 1900-ban Tordán egy iparkiállításon, egy bőrvásáron már a máig érvényes logóját ennek a Renner bőrgyárnak akkreditáltatta, ez az éneklő kakas, ami a máig működő Kluzsán a gyárnak a szimbóluma. Tehát 1900-hoz kötődik ez a márkajegy. Azt tudjuk-e, hogy miért pont kakas? A kakasnak nincs bőre, arra gondoltam. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért pont kakas. Kakasbőr, maradjunk abban, hogy akkor kakasbőr. Igen. És 10 évvel később Kolozsvárra költözik ez a Renner Johann, bajor tímármester, 6 gyermekével együtt, és betéti társaságként megalapítják a Renner testvérek, tehát ez a 6 testvér, édesapjuk tiszteletére és édesapjukkal együtt megalapítják a Renner testvérek és társai betéti társaságot, amely a következő évben átalakul részvénytársasággal. 1910. 1910. Tehát akkor minden valószínűség szerint akkor ez az épület, amit ugye Renner palotának nevezünk, akkor épülhetett, ugye? Hát azokban az években ugyanis 4 évvel később kitör az első világháború, ugye ezelőtt 101 évvel, és ez óriási konjunktúrát jelentett. Tehát képzeld el, hogy több mint 240 ezer báránybőrt dolgoztak fel, és több tízezer, tehát több mint 50 ezer jó bőrt, ugyanis a katona zubbonyok nyersanyaga ez volt. Igen, azt mondják ugye, hogy a háborúban akkor mindig a mágnások mindig nagyot nyertek. Ugye? Ők is ezen nagyot nyertek, és Kolozsváron gyakorlatilag a legnagyobb üzemük a Renner testvéreknek, a Renner családnak volt. Az első volt ugye a munkás létszám tekintetében a dohánygyár, aztán az állami vasutak javítóműhelye, és a gyufagyár. És a negyedik ők voltak. A 1918 után már Romániához kerülve, pedig Románia legnagyobb bőrfeldolgozó üzemévé nőtte ki magát a Renner és testvérei. 1930-ban, 10 évvel az öreg Johann gyáralapító halála után, az is egy érdekes történet, hogy halt meg szegény Johann, Kínából importált, de antrax bacillussal fertőzött bőrt érintett, vette át az árut, ő személyesen, ugye akkor még így személyes, kézi vezérlésű gyárak voltak és tulajdonosok, és borotválkozás közben megvágta magát, és ez okozta a halálát. De a hat gyereke tovább folytatta az üzletet, és Romániában, ahol a magyar iparhoz képest viszonylag fejletlenebb volt a feldolgozóipar, óriási konjunktúrához jutottak, és 1930-ban már óriási üzemként nevet is váltottak, dermata üzemek nevet vették fel, és ekként működött 1948-as államosításáig. Igen, érdekes, most jut eszembe, hogy Mihály Györgynek van egy regénye, a Kolozsvári milliómosok, ugye onnan sejlik fel nekem a Renner történet, ha bár ott Kellerékről van szó, mert nyilvánvaló, hogy ez a Renner történetet dolgozta fel, hogy tényleg, hogy milliómosok. Hogy tényleg milyen jól lehetett ebből keresni, de itt ugye a konjunktúrát is meglovagolták, illetve óriási szerencse volt, hogy kitört úgymond a háború. Hát valószínűleg, hogy a háború kitörése nélkül is fejlett volt az ipar,
lehet látni, hogy hogyan növekszik mind az üzleti mérlegadat sor, mind pedig a munkás létszám, tehát hogy de egy évtized bakrancsot... alatt hétszeresére nőtt igen. a munkás létszám is, és a üzleti adatok is. Hát ők gyártották a katonabakancsot, ugye? Katonabakancsot. Hát majdnem az egész box, tehát ugye? A talpat ők gyártották, ami aha. nagyon értékes volt. De nem ilyen, mint az enyém, amelyik rögtön szétmegy, igen. Ez volt a legnagyobb tétel egyébként, sőt, vezérműszíjakat is készítettek, uh-huh. tehát hogy a szalagokat annak idején nem műgumiból készítették, hanem, hanem valódi bőrökből. Uh-huh. Tehát és... abból, hogy másnak mekkora nagy nyomorúsága volt ugye az első világháborúban, abból ilyen érdekes módon a Renner családnak és a Renner vállalkozásnak egy óriási haszna volt. Tehát ugye az óriási is elmond... igénye volt a hadiparnak bakkancsokra, csizmákra és zubbonyokra. De arról nem beszéltünk, hogy miért költözött Szászrégenből Kolozsvárra. Uh-huh. Hát itt több mint 200 csizmadia és több száz cipész mesternek szüksége volt nyersanyagra, finom bőr aha. nyersanyagra, és ő, mint bőrcserző, ennek a titkát Bajorországból hozta, a fiait külföldön gyakorlatoztatta, francia és német gyárakban, és ott elsajátították a mesterség csinyát, binyát, hazahozták, mint annak idején az iparos érte. Legények, kiárták az iparosság iskoláját, és ezt a tudást Erdélybe hozták, 18 előtt monarchiában kamatoztatták, és segítette őket a háború is, úgymond paradox módon, és 1920 után pedig Romániában óriási piacuk volt, hiszen kellett ez a nyersanyag. Itt 1920, ugye? Ráírva, de szerintem ugye ez hamarabb épülhet. A stílusából valószínűleg az első világháború idején épülhetett, uh-huh. vagy adjunk hitelt ennek az oromzat föliratnak, és fogadjuk el, hogy 1918-20 körül épülhetett. Épülhetett fel. Mit szeretnék én neked mondani? Nagy Istvánnak a történeteiben olvastam a Renner gyárnak a munkásairól, hogyan sztrájkoltak, hogyan harcoltak a jogaikért, stb. És soha nem értettem, hogy azok az emberek, azok hol laktak, tehát külön lakásaik voltak a csizmadiáknak, vagy hogy volt az? Nagyon szép, hogy az említett négy nagy gyár itt Kolozsváron szociális gondoskodással is foglalkozott, a mestereknek, mérnököknek, sőt a munkásoknak is ilyen ikerházakat vagy sorházakat építettek. Ha vasúton túlmegyünk, látni fogjuk a javítóműhelyek mérnök és mesterlakásait, ha pedig itt lemegyünk, akkor itt a Tímárok utcáján nagyon szép bőrcserző műhelyeket és a Tímárok meg a Renner testvérek mestereinek a lakásait aha, láthatjuk, amit az üzemek építettek, ezt 19. századi mintára, ugye az Eszeni Krupp művek és a Rimamurány Salgotarjáni bányavállalat is mestereinek, mérnökeinek és munkásainak nagyon szép sorlakásokat épített, hogy szociálisan is jól érezzék magukat aha. a munkások, és végül is említetted Nagy István munkáját, a munkások képesek voltak jobb éreket kiharcolni maguknak, sztrájkokkal, munkabeszüntetésekkel, sőt 48-ban, amikor államosítják a dermatát, akkor a Herbák János nevét kölcsönzik. Herbák János egy munkás volt itt a dermatánál, és a sztrájkos tevékenysége miatt a román szigorancia letartóztatja, és Dovtánán a földrengés idején 1940-ben szerencsétlenül meghal. Ez tiszta romantika ez a történet, hát ahhoz képest, hogy egy ipartörténeti séta. De mit szeretnék én még megjegyezni, hogy ugye milyen szociális érzékenység volt azért mégis abban az időben, hogy ezt a céhektől örökölték, ugye itt Kolozsváron? A céhek volt, hogy annyira vigyáztak. Európában a céhektől származik az is, hogy a céhnek van egy pénztára, és ha valaki meghal vagy megbetegszik, akkor abból a céh pénztárból az özvegyét, az árváit gondozzák, vagy öregkorára abból fölvehet kölcsön. Igen. Hát most mi azt nem tudhatjuk, hogy mennyire éltek tényleg igazán jól, vagy igazán rosszul, mert ugye a Nagy István történeteiből ugye az eléggé azért egyoldalúan van megvilágítva ez a dolog, de egyezzük meg abban, hogy jó sok embernek adott munkát ez a Renner gyár. Több ezer embernek. Fele arányban férfiaknak, fele arányban nőknek, uh-huh. ugyanis a női munkaerőre is uh-huh. szükség volt, hiszen egy óriási kombinát volt, itt bement a nyersbőr, a kecskebőr,
és a túloldalon kiment a spicces félcipő. Kiment a spicces félcipő. A Timárok utcáját mondtad, ugye, és a Timár lakásokat arra fele van, jól tudom, menjünk. Igen, lemegyünk itt a Timárok utcájába. Most nagyon tudom, miért a Timárok utcán, mert menjünk akkor a Timárok utcájába. Mögöttünk van a víztorony, ugye? Igen, az azt arról mire híres. Mire használták? Hát a bölcserzéshez nagyon sok mennyiségű folyadékra van szükség, és tűzoltásra, tehát apropó víztorony, tehát 44. június 2-án ugye a bombázáskor. Ezt a fertályt kapta el a bombázás, tehát az állomástól az iparnegyed felé, és ugye a Dermata, mint Kolozsvárnak és Romániának a legnagyobb bőrgyára kiemelt célpont volt, és itt el is találták a raktárépületét, ami úgy égett, mint a bőr, ahogy szokott égni. Egyébként a gyufagyárat is óriási találat érte, és óriási füstöt és tüzet okozott. És hát a bombázás ellenére egy székely származású Móric nevezetű Timár legény ebből a négyszögletű víztoronyból jelentette telefonon az igazgatóknak, a Renner testvéreknek, hogy mi történik, és ennek az egész gyártelepnek melyik részét érte bombatalálat, és utána aztán legenda is született, hiszen mondják, ugye, hogy nem rőfel mérik az embert, tehát a Székely Timár legény egy alacsony fiú volt, de jelentette, hogy úgy repülnek a gerendák a bombázás miatt, mint a fecskék körülötte, és ő mégis helytállt, túl is élte, úgyhogy egy legendás személyé vált. Háborús tudósító. És háborús apropó, tudósító volt ő, mekkora ugye? Volt ez a Dermata üzem? Tehát, hogy említettük, hogy amikor 30-ban fölveszi a Dermata üzemeket, azért is veszi fel, mert egyrészt nagyon kiterjedt területen feküdt, már alapításakor 1910-ben a Kolozsvár városától adományba kap egy 6 holdas telket, jutányos áron, iparfejlesztési támogatás címén, és ugyanekkora értékben a Magyar Iparfejlesztési Minisztériumtól is iparfejlesztés címen gépeket és felszereléseket kap. Aztán az oda építik fel azt a 24, nem munkáslakás, hogy is nevezzük őket ilyen, ami a 4 részből áll, hogyha jól tudom, ugye? Tehát egy ilyen negyedelt telekre, 6 ilyen negyedelt telekre, mérnöki, mester igen, és munkáslakásokat építenek, egy telket 4 negyedbe osztottak, és minden negyedhez tartozik egy nagyon szép szőlős, veteményes kert, ahol több gyerekes családot lehetett alapítani. 4 mérnök család vagy 4 mestercsaládnak így van. Volt, ugye ez kiutalva, kertjük is volt, ugye, tehát itt amit látunk, ez még megvan eredeti formájában. Itt az Timárok utca ilyen negyedelt telkekre volt felosztva. És azt már láttam, hogy ott a másik oldalt már úgy már felújították. Igen, ugye, az több más... ilyen negyedet az új tulajdonosok vagy a régiek örökösei felújítottak. De jó nagy lakások ezek. Óriási azért. Lakások, hát itt rendezvénytermet rendeztek be, csak egy ilyen két negyedelt telek összevonása. Menjünk, nézzük meg a másik oldalról, hogy néz ki egy ilyen negyedelt lakás? Negyedelt lakás. Szolgálati lakásnak nevezzük. Szolgálati lakásoknak. Menjünk, nézzük meg egy ilyen szolgálati lakásnak. Ugye itt van a 4. Lehet látni, a festés elosztja a telket, meg a kerítés is. Uh-huh. Volt virágos kert, veteményes kert, szőlős, gyümölcsös, tehát hogy... És az innenső 2/4 pedig azzal a kerítéssel van elválasztva, lehet látni. Igen, látom, hogy ott a negyed telek végében. Menjünk tovább, mert ugat nagyon a kutya. Ha jól látom, meg is van jelölve, hogy ez F2-es, az azt jelenti, hogy A, B, C, D, tehát szépen fel voltak osztva. Tehát negyedelt telkek, negyedelt lakások, és 4-be osztva, vagy 16-ba osztva. Ez valószínűleg az F. A 4-es teleknek a 2-es. Igen, az F4-esnek az igen. Hát ha kijön a mostani tulajdonos, és elmondja, hogy kitől örökölte ezt a telket. Aha, jön is a tulajdonos. Nagyok ezek a házak, igen. Hát 25 négyzetméter. Hát az elég nagy.
nagy. És a magasság 3.30. Jó, nagy, jó lakások. Ugye? Arra gondolunk, hogy azért milyen szociális érzékenység volt abban az időben, ugye, hogy felépítették a mestereknek, meg a mérnököknek a házat is. Minden megtettek azért, hogy dolgozzanak, és hogy jól menjen a termelés. Igen, mert az időben a Kluzsánvája volt az egész termelés. Ön is örökölte a felmenőtől? Én itt nőttem fel, igen. Itt nőtt fel? Ön akkor még elkapta a dermatás világot is, ugye? Persze. Mondtam, hogy a Herbák Jánosnak nevezték. Igen, de mondom, én itt 60 éves vagyok, de itt nőttem fel, szóval. Ez a Timárok utcája, ugye itt? Hogy? Ez a Timárok utcája. Nem, ez a Töbökári Lora, az egész, az a magyarul. Dermata volt. Igen, a magyarul az a Timárok, igen, a Timároknak az utcája. A másik négy negyedben kik laknak? Ismeri a családokat? A másik részen? Igen. A fő úton? Nem, hanem egy ilyen házban általában négy az édesapja család. Mivel négy foglalkozott? Hát bendolgozott, mind a ketten bendolgoztak a Kluzsánában. Igen. A mamám is és a papám is, Isten nyugtassa. Tehát akkor örököltünk ezt a lakást, ugye? Nem örököltünk. Nem? Ez az egész mindenség meg volt véve a Kluzsánától. Megvettük a Kluzsánától. Az összesen, az egészen, akik itt laknak, mindenki megvette a lakást. Uh-huh. Mert állítólag úgy volt, hogy semmi öröklés nincsen, nincs ki követelje az egész helyiségeket és mindeneket, és akkor a Kluzsána eladta. Nagyon nem hiányzik magának az, hogy az a nagy sürgés forgás, ami itt volt valamikor? Hát megmondom őszintén, én örvendek, hogy csend van. Örvend, hogy csend van. Jó van. Köszönjük szépen akkor, hogy szobált venni. Viszont látásra. Itt nem volt a bőr, izé. Uh-huh. Itt, hát mikor kinyomták azt a port, az egész minden, itt nem tudtál kint ülni az udvarra. Rendben, na megyünk, még keresünk negyedelt házakat. Na. Köszönjük szépen, viszont látásra. Itt is van, itt van a közepes, akkor két fele. Ugye ott van a fele. Igen. Nézzük, milyen szép volt régebb az a hatosztatú zöld ablak, se ehhez képest milyen ízléstelen... Igen, átalakítják. A kapu is szerintem még a régi kapu. Na menjünk tovább a Timár utcába. A H2-es lakásnál vagyunk. Én Szabó Csaba vagyok a Kolozsvári TV-től. Pataki László uram. Meséljen nekünk arról, hogy hogyan kapcsolódik az ön családja a dermata művekhez? Itt dolgoztak, a nagyapám itt dolgozott, mert ő dolgozott először, sőtán a szüleim. Többet vagy kevesebbet. Apukám az sokat dolgozott, anyukám az kevesebbet. És az ön nagyapja 56-ban halt meg? Igen, Kazános. Igen. Akkor már Herbák Jánosnak nevezték az üzemet. Hát azt már nem. Igen. Akkor az elején Herbák János volt, utána nem tudom ezeket az évek. 65-től Kluzsánának keresztelték át, mert NASZ volt ez, hogy magyar neve van egy ekkora nagy üzemnek, Románia legnagyobb üzemének. Ezt így a történelmet épp nem tudom, csak ennyi. S hányan voltak önök testvérek? A szülei például? Itt születtek már az édesapja is? Nem. Csak itt dolgoztak. Itt dolgoztak. Ilyen szolgálati lakások. Ön emlékszik véletlenül a szányvasútra, ami bekötötte a fő vasútba a Kluzsánát? Hát mikor szűnt meg az? Forradalom én után? Én azt mondom, hogy forradalom után. Igen, forradalom után, úgy tudjuk mi is. Még azt hiszem akkor adták be Ócskavasba, hogy elvitték, mert sokat állt a mozdony, mert kicsi mozdonyuk volt. Uh-huh. Nem az a nagy, az a hosszú CFR mozdony, hanem az a kisebb. Igen. Olyan hát üzemi szányvasút vezetett be egészen végig. Ezt az épületet, amikor megvettük 2005-be, akkor tulajdonképpen tudtam, hogy hova jövünk is. Mondhatom úgy, hogy kellő tisztelettel léptem be, mert a 20-as években épült az akkori dermatának. Ez volt a bőrgyár. Tulajdonképpen a régi Kluzsána cipőknek a bőr, amiből készültek, azok itt ebbe az épületbe készültek, természetesen akkor nem így nézett ki. Hát amikor először beléptem az épületbe, akkor az egy külön ámulat volt, a régi gépek még bent voltak, a régi gépsorok. Voltak a 60-as évekből is, de a régi 10-es, 20-as évekből levő gépek, ami egy rendkívüli dolog volt. Az akkori
hát a Kluzsána részéről, akik akkor foglalkoztak vele, Ócskavasnak szánták az egészet, az úgy ment volna is, és onnan sikerült, mondhatom azt, hobbiból, tiszteletből, nem is tudom, hogy megmenteni ezeket a régi gépeket, amit fel is akarunk használni, hát így dekorációként is, mert sokan látogatják ezt a bemutató termünket. Hát ezen kívül itt volt ebbe az épületbe az egykori dermatának, Herbák Jánosnak, Kluzsánának a könyvtára is, 10 akárhány ezer kötettel. Konténerekbe volt rakva, makulatúrának volt indítva az egész. Bejöttem egy vasárnap délután is a régi értékes szakkönyvekből, hát többnyire német, magyar, néhány román nyelvű szakkönyv, de nem csak szakkönyvek. A régiekből kiválasztottam egy 100 valamennyit, azt megtartottam, a többi másnap ment is a makulatúrába. Jó napot kívánok, Szabó Csaba vagyok a Kolozsvári TV-től. Gábor Ernő úr, maga itt nőtt fel a telepen? Kérem szépen, én 8 éve lakok itt. Én a Szamoson túl az első házban nőttem fel. És itten fotballoztunk, itten strandoltunk, itt nőttünk fel, és sajnálom az esetet, a szüleim itten dolgoztak, kérem szépen a Herbákba, és az egész telep itten dolgozott. Tudja, hogy milyen rég épült ez a gyár, ez a Renner gyár? Hát ez... Első világháborúban. Hát én nem tudom, hogy hányba épült, de csak azt akarom mondani, hogy amikor az embereknek megcsinálták ezeket a házakat itten, a telepen, mert ezt a gyár csinálta, igen, ezeket a kerítéseket. És azóta a világháború után, kérem szépen, nem voltak képesek, itten tudják, hogy hogy néz ki ez, mikor esik az eső? Ja, nem voltak képesek megcsinálni az utat. Egy járda nincs ezen a telepen. Tehát utána az első világháborúban építkeztek. Kérem szépen, én amikor itt fotballoztunk, itten nem volt, ezt a kórházat én segítettem, hogy ide kötöztek túlról a palotából. Uh-huh. Sajnálom az esetet, hogy, és örvendek, hogy maguk jönnek. Én nem tudom, mit mondjak. Annyit tudok mondani, hogy elindultunk, papírokat csináltunk, ezelőtt egy jó pár évvel, aláírták, kicserélik a csöveket, és mai napig is. Én megkérdeztem egy taximéterest, azt mondta, hogy Kolozsváron ilyesmi nincsen, mint itt ezen a telep. A Renner palotát tetszett említeni? Hát persze. Az államosításig a dermatájé volt, hát ugye? Igen, és a papucába is az emeletes épület az ide tartozott. Igen? A dermatájé volt, persze. Ez a dermatájé volt itt az egész mindenség. A második világháború idején ön már élt, vagy akkor tehát született? Hát én pontosan háborúban születtem, lehet, hogy akkor is háborúba fogunk meghalni. Na, ne mondjam ilyeneket. Köszönjük szépen, vigyázzon a biciklére. Tehát itt is van, hogy a fele és a fele. Igen. Negyed. Szóval minden szobának látod, igen, volt egy kéménye. Uh-huh. Igen, a kémények alapján is látszik. Ez lehet az I, ugye? Ez lehet az I. Láttuk az F-et, láttuk a H-t, ez lehet az I. Igen. Ez is ugyanúgy negyedelt, ugye? Hát az A-tól az I-ig az összeset le tudnánk filmezni, de ugyanígy egy nagy telek négybe volt osztva, minden negyednek volt külön bejárata, és hát látjuk, hogy nagyon szép, magas padlása is van. A kertek még mindig megvannak. A kertek megvannak, tehát hogy uh-huh. a napi 8-10 órás munka után egy bőrcserző mester hazajött és kertészkedhetett a családját. Sőt, később kialakult, ha jól tudom, itt van mellettünk, ugye egy sport telep is a munkások számára. Igen, a Dermata aztán egy nagy sporttelepet is létrehozott itt a Szamosparton. Különben a Szamoshoz kötődik az egész Renner testvérek története. Egy a Szamosközi utcán volt az első bőrcserző műhelye az öreg Johánnak. Uh-huh. És ez a mai Henri Barbusz utca azért Szamosközi, mert a Kis Szamos és a Nagy Szamos közötti részen kapta először... Én azt hittem, először... hogy a történészről, Szamosköziről. Nem, a két menjünk Szamos közötti, ez ugyanolyan, mint a Tóköz. Uh-huh. És hát ott cserzette először ezt a nyersbőrt, a kecske, meg jó, meg báránybőrt, amire a csizmadiáknak és a cipészeknek szüksége volt. Már uh-huh. 1910 előtt, és akkor az ő kis műhelyét vették át
a betéti társaság, illetve részvénytársaság formájában 10-11-ben a Renner Testvérek and Company. Érdekes cég. Azért, hogy miből nőtt ki, ugye a Kecskebőrök, Szamosparton egy kis műhely, és mi lett ebből, hogy kinőtt? Végül is Európa egyik, szerintem Európa egyik legnagyobb gyára volt az első világháború idején. Hát közép-európai szinten, legnagyobb gyár, és Romániának a legnagyobb bőrgyára. Miután már annyit dolgoztunk, ugye, igazán, mi sztrájkolni épp nem sztrájkoltunk, azt mondom, hogy egy kicsit most már lazítsunk, és menjük, nézzük meg a sporttelepet. Ezt a két világháború között épült úszodát is érdemes megnézni. Menjünk, mert ránk fér a sok munka után. Az úszoda és a tekepálya is a Dermatának a megvalósítása. Tehát az volt a Hugli pálya, ugye? Igen, igen. És itt látjuk, hogy hogyan hálálja meg ugye az utókor a Herbák Jánosnak az emlékét. Hát Herbák János ennek az ifjú szociáldemokrata fiatalnak a szobra állt itt. 1948 és 65 között viselte a Dermát az nagyon ő szép nevét, különben. És aztán 65-től keresztelték át Kluzsánnál. Mai világban ugye, amikor bárkiből sztár lehet, fotbalistáknak állítnak még életükben szobrot, ugye a Herbák Jánosé eltűnt, mondom, hogy a ketten mi ketten ideállunk, akkor hát ha belülünk is sztár lesz. Ez egy olyan világ, hát ha elhiszik, ugye? Ami ezt dob ez a világ. Gyere, álljunk be így a kamerába. Kedves nézőink, lehúztuk a 8 óránkat a Timár utcában, jól megérdemelt pihenés következik. Milyen volt ez a mai ipartörténeti sétán? Hát üdítő, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra forradázás. Köszönjük a figyelmet!